Betelt a pohár, tovább nem akar asszisztálni az online közgyűlési konzultációhoz az ÖPK-DNP, mondta a frakció vezető a keddi újabb képviselői megbeszélés után. Kővári János azt mondja, számos olyan döntés született, ami kiverte a biztosítékot az ellenzéki oldalon. Ilyen például, hogy miközben 5,4 milliárdot követel a városvezetés a kormánytól, közben 200 millió forintot dob ki kampány célzattal. Erről is döntöttek kedden, mondja a politikus. A baloldali koalíció képviselői körzetében a következő egyében ebből a 200 millióból fognak elvégezni munkálatokat. A belvárosban, vagy a Vasasomotyhírden, ahol a jobboldali szövetség adja a képviselőt a polgárok akaratából, de egy forintot sem visznek, és amikor ezt megpróbáltam szóvá tenni, akkor még szót sem kaptam. Jogászokkal vizsgáltatják meg, hogy mennyire voltak indokoltak a döntések. Kőveri János szerint ezek nem férnek bele a rendkívüli jogrend keretébe. A polgármester nem a pandémiához kapcsolódó döntéseket hoz meg egy személyben, online konzultáció látszata alatt, hanem azzal egyáltalán nem összefüggő pozíciók, kinevezések, pénzosztások, különböző bizniszek vannak a háttérben, amikről úgy döntenek, hogy még bele sem tudunk jóformán szólni sem most már. Ezt semmiképpen nem hagyjuk. Niedermüller Péter budapesti polgármester példáját említette, akinek döntései miatt jogi lépéseket tett az ellenzék. Pécsen is várhatóan törvényességi kifogással élnek az ellenzéki oldalon.